A március 15-e alkalmából rendezett koszorúzáson a munkáspárt elnöke beszélt a forradalmi ifjak és Damjanics János szerepéről. A megemlékezésen hangsúlyozta, hogy a munkáspárt a függetlenség és a szabadság híve. A mai Európa népeinek jövőjét egy új szövetség biztosítaná, nem a mai Európai Unió, melynek 14 esztendeje tagja Magyarország, hangsúlyozta Türmer Gyula. Az Európai Ház falai omladoznak, mondta sajtótájékoztatóján a munkáspárt elnöke. Türmer Gyula szerint az övék az egyetlen párt, mely megmondja világosan az embereknek, hogy az Európai Uniót nem azért hozták létre, hogy a szegények jobban éljenek. Az ugyanis a gazdagok szervezete, tette hozzá. Döntsük el, hogy maradni akarunk vagy sem, hangsúlyozta a politikus, aki beszélt az átlag magyar életszínvonalról is. Lehetőséget kínálunk minden embernek, hogy juttassa be a dolgozók, a munkájukból élők képviselőit a parlamentbe. Ha körbenézünk az országban, ha nézzük a pártok politikai programait, azt látjuk, egyes egyedül a munkáspárt mondja azt, fizessenek a gazdagok. Az egyetlen baloldali párt, amely a milliárdosokkal, a szupergazdagokkal akarja az ország terheit megosztani. Eltelt 30 esztendő. Itt az ideje, hogy fizessenek azok, akik jól éltek az elmúlt három évtizedben. Legyen egyszerű 45 os vagyonadó. A mai kor követelménye, hogy adni kell az embereknek, mert amit eddig kaptak, abból nem biztosítható a jövőjük, tette hozzá a munkáspárt lista vezetője adjunk az embereknek 200 forintos minimálbér adómentesen. A nyugdíjasoknak adjunk 100 ezer forintos minimál nyugdíjat. 65 év felett tegyük lehetővé, hogy mindenki ingyen hozzá a gyógyszerekhez. A fiatalok számára biztosítsuk az első munkahely lehetőségét. Az ország teremtse meg a lakhatáshoz jutás lehetőségét, épüljön minél több szociális bérlakás. A munkáspárt a stabilitásért küzd, emelte ki. Ehhez három dolog szükséges. Adjunk az embereknek, védjük meg Magyarország függetlenségét, és ne engedjük a migránsokat az országba. Ha a három közül bármelyik nem teljesül, Magyarország jövője, biztonsága és stabilitása kerülhet veszélybe. A Munkáspártnak országszerte 57 egyéni jelöltje van, van országos listánk. Jász Nagykunszolnok megyében minden választókerületben van egyéni jelöltünk, és természetesen van listánk is. Beszélt arról is, hogy az ember a magyar társadalom legfőbb kincse. Akkor leszünk versenyképesek Európában és a világban, ha sok jól képzett emberünk lesz, és ha azok egészségesek lesznek. Ezért az oktatásra és az egészségügyre a jelenlegének a dupláját költenék, mondta. Az április 8-i választáson azoknak kínál választási lehetőséget a munkáspárt, akik elégedetlenek a magyar kormányjal, és azoknak is, akik nem a parlamenti ellenzékben látják a megoldást, jelentette ki Türmer Gyula.